Isti! Na szevasztok srácok, itt vagyunk a Dragon Quest 2 gameplayünkben. Na most megmondom, hogy a Dragon Questhez nekem sok közöm nincsen. Ugye ez egy baromi rég múltra, nagyon durván... Most ezt hogy fogalmazom meg? Egy rég múlttal... Na, ez a játék... egy régi sorozat, maradjunk ennyiben. Ugye alapban még 1986 körül jelent meg az első rész, a Dragon Warrior néven, azt hiszem Japánban, de a Dragon Questnek volt az első része. NES-re, tehát NES-re, Nintendo Entertainment Systemre, és ez most a Dragon Quest Builders 2, ugye ez is már a másik része a Builders sorozatnak. Megmondom, hogy a Dragon Quest Builders 1-jel én játszottam, PlayStation Vitán egészen konkrétan, és annyira magával ragadott a játék, hogy az valami elképesztő, nagyon durván tetszett. Csináljunk egy ilyen Songoku jellegű karaktert? Hát csináljunk, baszki, hát most meddig tart igazából. A kódot egyébként nagyon szépen köszönöm a Square Enixnek, tőlük kaptam ingyenes kódot, nagyon királyak, köszönöm szépen. Mondom, amikor megtudtam, hogy ez a játék ez lesz, és erre van lehetőség kódot kapni, akkor mindenképpen rámentem, ugyanis a Dragon Quest Builders 1-jel, csak sajnos a demóval voltam képes játszani. Mert drága volt nagyon mindig PlayStation Vitára. És akkor kimaradt nekem. Most ez elvileg barna az a szem, de nem tűnik annak. Ilyen zöld szemű. What do you say? Tudom, hogy különbségek nincsenek. Most a játékot hogyan tudnám így definiálni nektek nagyon gyorsan? Tudom, hogy legyek isti. Így. A játék... Yes, I'm happy. Let's go. A játékot gyakorlatilag hát ilyen picikét, van egy ilyen kis Minecraft beütése, szóval látjátok a legtöbb dolog az ilyen blokkokból fog állni. Uram, atyám, fogalmam sincs, confirm. Majd megtanuljuk azt, amit most dobott nekünk a játék. Nem emlékszem, amilyen volt az irányítás. Rég játszottam, megmondom őszintén. Szóval picikét ilyen Minecraft jellegű, tehát vannak kockák, ebből áll gyakorlatilag az egész világ, és ebből tudsz építeni mindenfélét. Viszont nem csak azon, mint a Minecraftban, legalábbis egyben nem az volt, hogy jó, itt van neked egy hatalmas világ, és akkor él túl meg akkor azt csinálsz, amit akarsz, hanem effektíve vannak fontos dolgok, amiket meg kell építeni. Tehát gyakorlatilag építened kell egy ilyen saját várat, legalábbis az egybe ez volt, egy ilyen kis erődöt, szépen fejleszgetni, csinosítgatni, megtanítja a játék alapból a dolgokat, és kész. You learn the recipe for stackable slime. You receive a pair of designer sunglasses. Jó, srácok, az van, hogy megmondom, hogy túl sok átszetőből nem mutathatok nektek, benne van a megállapodásban, úgymond, a Square Enix-el. Úgyhogy nem is nagyon néztem meg ezeket egyébként, ezeket a... nagyjából ugyanaz a sztori, ezek a játékok nem... Nekem legalábbis nem a sztoriról szólnak, persze kinek mi, de ugye ahhoz ott van a Dragon Quest sorozat, ez inkább a Builders, itt inkább a játéknak a feelingje van. Na, tehát így tudok mozogni, és látjátok, hogy olyan, mint a Minecraft picit, tehát alul ugye ott van egy ilyen csík, amin tudom változni, hogy mi legyen éppen nálam, vagy éppen mit tudok majd használni. Valahogy így emlékszek, tudok pihenni, ezt meg tudom vizsgálni, belenézek. Igen, nincs benne lószar, se értelemszerűen ez. There's no response. Nincsen válasz, csak egy skeleton csontváz. Hello? Mehetek? Did you know that you can run by holding R1 with L? Ne kardozzál! Ja, és így tudok futni, aha, R1-jel. Aha, azért most változtak dolgok. Jó, amikor azt tegyük hozzá, hogy én eredetileg ezt a játékot... csak PS-re játszottam. Ott alapban egy gyengébb grafika van. Oké. Okay. Inkább hagyd nézzek bele ebbe. De tolk, nem akarok tolkolni! Come on! Get me out of here! Jó, amit már csinálni is fogok. Aha, micsoda menü van itt, misc. Settings. Az a... Ez. Ezt mindenképpen egy hatosra kérem. Are you happy? Yes. Alright. Hát, ez a hatos? Hát nem tudom, srácok, ez nagyon lassú. Fast. Ja, hogy ez erre lassul? Ah, persze, japán izé logika, jó, rendben. Nem néztem meg. Yes, I'm happy. Így már jó lesz. Igen, itt ez is balról, visszafel. Na hát, itt fokkal jobb. Na, ott van fönt a első quest. Hello. What's up? You just can't keep a good line. Again, now use doubt. You spotted you're sailing in the open ocean. Tényleg ez egy hajó, baszki. You've got no chance of escaping, so don't even bother trying. Jó, rendben.
Tudom, se tudnál jutni, így van. És you obtain the piece of kelp. Nagyon jó, eat. És you can't remember the last eight. Nem tudom, nem is tudom, mikor ettem utoljára. Edible, és ugye most az alapokat magyarázza meg, eat. Igen, és akkor heal előttem, nagyszerű. Jó. Igen, és ezzel tudok mászkálni, tudom. Oké, okay, rendben, korrekt. Ja, és akkor ez volt a quest. Tehát van benne egy ilyen RPG, gyakorlatilag egy ilyen Minecrafton alapuló világszerűségen. Tehát nekem tetszett, nekem mindig is tetszett. És akkor complete, és kapod az XP-t. Tehát mindig van mit csinálni, van hova menni. És nem pedig az, mint mondjuk egy Minecraftban, hogy így ott van a világ, és akkor jó, azt csinálsz, amit akarsz. Váj, de király! Jaaa, de király! Ez király volt, ez tetszett. De nem mutatotok többet, úgyhogy vágjuk el. Nagyon jó. Na. Viszont a kesztyű az rajtam van még mindig, hála isnek. És van egy mini mappünk is. Szóval nem tudom, nekem én nagyon adom ezt az egészet. Na, ó, egy kincses... láda. Ezt azért kinyitnám, jó? Az mi a szar? Meg tudom enni. Hát életben jól vagyok még, egyelőre. Hopp, azt viszont kérem. Hogy van? Ó! Oh! Ja, jó. Oké, szedjünk össze, vagdossunk össze dolgokat, szedjünk össze mindent, amit csak lehet. Nagyon jó. Aha, homok. Magának a botnak amúgy nincsen ilyen... ilyen ereje, úgymond, nincs ilyen életereje. Az... aha. Úszni. Lehet. Nagyon jó. Homokot lehet szedni. A homok olyan mire lesz jó? Az majd egy jó kérdés. Minden szart összeszedek így az elején még. Valószínűleg ezek lesznek azok a cuccok, amikben 6 millió lesz egyébként hosszú távon. De hát tök mindegy. Nagyon jó. Ezt is mindenképpen kell minden. I need it all. Az a kő. Felemelni, föl tudom. Ehhez gondolom már kéne ezt valami normális szerszám is. Jó. Uh-huh. Ez az a sziget igazából egyelőre. Nagyon jó. Nagy szétütni nyilván. Jó. És ugye hülye biztos játék, mert írja, hogy merre menjél. Ugye vannak jelölők, tehát gyakorlatilag egy ilyen RPG feeling. Csak tényleg közben ilyen builders-ös dologgal, témával is. És engem nagyon megfogott, amikor először játszottam vele. Tök fire, és ugyanilyen volt. Isle of Awakening. The land of infinite opportunity. Also known as the United States of America. Igaz? Kb. Na hát ez egy... nem túl barátságos szigetnek tűnő valami. Sok növényzet nincsen. Na nem baj. Ott van valaki. Ugye meg is tekintjük. Ja, ezekkel a kövekkel jól lenne valamit tudni kezdeni. Hoppá, the sky is such a strange... ja, elég érdekes színe van a... jaj! Hát itt vizé, pesgőfürdő. Na. I've died... have I died and got... nem, ez nem a mennyország, ne aggódjál. Mi ez a hang? Hey Spikey! Ki a tököm vagy? Hát ez az indián lány. Ezt jön már rám. Na hello. Végre valaki, aki él is. De rajta volt az olyan, ami elsiet. És aztán a parton ébredtél? Mi a didn't cark it too? Mi a cark? Mi a történeted? És meghívnak, és egy kezdő építő vagy? Az vagyok, igen. Nem hallottam róluk sosem. Gratulálok. A szem! A guess anyway my name... Marroth! A neve. Hát... kicsit kicsesztek veled a szüleid azért. Marroth. Marikám! We want to see some... akarsz látni valami? Gruesome? Olyan szavakat használnak, hogy így... igen. De, hagyd menjek már. Megyek, nem kell fosni. Megbízok benne. Csak közben ezeket a szarokat szedném. Let's go, let's go, let's go, bitch! Marroth! Na mi? Aha, ja hullák!
Értem. Dead in the water, but you've never seen. Látfogalom, nem láttam még soha ilyesmit. Úgy látszik, hogy csak te és én vagyunk az életen túlélői a hajótörésnek. De te is vagy ott a hajón? Ja, jó, oké. Okay. Mi volt ez? Nem emlékszel, hogy láttál volna? Igen, ezért mondom, hogy én nagyon voltál te azon a hajón. De hogyha nem voltam a hajón, akkor én hogyan? Mi a... Hé, hey, az a lány nem is halt meg. Na, úgy hangzik, hogy elég szarul van attól függetlenül. Meg kellene tenned a helyes dolgot, és... megölnöd? Tehát, hogy a szenvedéstől megfosztani? Hát nem fogom megfosztani a szenvedésétől. Hülye vagy? Miről beszélsz? Gasp. Na, nem csak olyan szarul. Hoppá, pezsgőfürdő! 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 Hol vagyok? Pezsgőfürdőben! Húúúú! Hogy kerültem ide? Hát azt én magam sem tudom, de a hajad az olyan tartós, mint az állat, az annyira pont. Íp! Van aki, aki megijed így, hogy íp! Hát ezek szerint van. Jó, rendben. You are a pirates! Kalózok vagytok, igaz? Mocskos... hordázó brigádok. Brigands. Who are taken captive. Igen, nem vagyunk azok. Vah! Jó van, rohanjál el, persze. Úgy nézünk, mint a kalózok, így van. Ja, nekem kell utána mennem, értelemszerűen jó. Na igen, és akkor egyébként ilyen félkész, ilyen házak lesznek, amiket nekem kell majd megoldanom. Most benyitottak az ajtón. Tök jó, amúgy közben itt is be tudok jönni. Na, baby, figyelj, nyugodjál le, jó? Én sem tudom, mi a szart keresek itt. De nem akarunk foggyulejteni. Csinálják egy szobát. Szétadom. Legalább két blokknyi magas falaknak kell lenniük. És kell egy ajtó ahhoz, hogy szoba legyen. Ja, ez korrekt. Van gloves. Cook food on the bonfire. Jó, rendben. Főzni is kell a tüzön. Broken barrels, driftwood. Jól van, feltalálom magam. És build, és még ágyakat is kéne csinálni. És akkor ezt gondolom meg az a szoba. Jól van, nyugodjatok le. Ha engedjétek engem utamra, jó, hadd csinálom a dolgokat. Egyik pillanat még azt hiszi, hogy izék vagyunk. Let the mission begin. Köszönöm szépen, végre valahára. Na! NEM! Akarok többet beszélgetni veletek. NEM! Na. Tehát még a ru... Hagyjál már békén, ma a rossz. Hagyjatok már békén. Hadd csináljam már a dolgomat! Jó, akkor gyere velem. Ahogy tetszik. Na, ugye... Na, miket tudunk építeni? Gyakorlatilag ugyanazt, amit eddig. Kategória. Jó. Mi van akkor, hogy homokkal? Hát simán homokkal megépítem az csók a családnak. Tessék, ott egy szoba. Na isti, megjavítottad a szobámat! Tök aranyos, hogy az első pillanat még azt mondta, hogy kalózok vagyunk. Jaj, nézzünk hova. Biztoságban azt mondja elvonulni, hogyha a szörnyek támadnak. És hogy tapsol magának. Nem mint, hogy egyébként nem tudnának onnan bemászni egyébként oldalról a szörnyek, de... Nem baj. Mission, make a room, megtörtént. Akkor most jön a build some beds. Mondjuk. Vagy főzzünk valamit. Igen, eléggé ki van elégülve a szobától. Így van. Csináljunk kaját. Ne kéne menni vadászni ahhoz, I guess. Na, heuréka. Ó, egy új recept. Mindig a legmegfelelőbb pillanatokban kapok egy új receptet. Bonfire. Igen. That's the deal with that book. De semmi között hozzá, az én könyvem, az én jegyzeteim, az én dolgaim, neked, te csinálj valamit. Nem akarod magad lekötni valahogy egyébként. Tudom jól. Nem akarsz itt maradni, engem annyira idegesít a csaj. Hogy néz ki? Megint, jó. Nagyon idegesítő a csaj. Na, akkor szedjünk össze fát. Bár van egy csomó fánk, by the way, úgyhogy nem nagyon kell, igaz? Várjál csak. Tehát akkor bonfire, ennyi. Meg is tudom csinálni, ott van egy darab, kész, mókold össze. Jó, hogy összettem a dolgokat hozzá. Bonfire, baby, let's put it right here. Így is van. What's that what you've made? It's hot as heck. Húha, hát sok eszed azért nincsen, ez tűz, kérlek szépen marroszom, ez tűz. Na, you can use cook food, jó, nem is kell olvasni egyébként, mert odaállok, place. Várjál már, ezt meg lehet főzni, place. És honnan tudom, hogy cook? Ah, okay. Food takes a little time to cook.
Asztalat életbe. Jó, hát eltart egy darabig. Míg ez a cucc megföl. Hát gyakorlatilag ez a sütő a Minecraftból lényegében. És akkor, hogyha ott hagyom, akkor nem tud megégni, ugye? Tehát ez gyakorlatilag csak itt így... Collect. Ott van, és mi lett belőle? Crispy kelp! Jó, cook food on the bonfire. Figyelj, place. Egyszerűen többet nem tudok rárakni. Tehát egyet tudok megsütni. Jó, rendben, nem baj. Akkor majd több bonfire is kell, ugye? Tehát akkor ez lesz a feladat, hogy akkor egyszer tudjon sülni több. Közben azért szedjük össze. Mondjuk azért hasznos vagy te! Jó van. Isti, akarok kérdezni valamit. Mit akarsz kérdezni? Azt mondja, sokat hallom a csinálni, az alapanyagok és az építők szavakat. Mit jelentenek ezek igazából? Hűha, hol kezdjem én ezt neled? Jó. Nincs időm erre én most, hogy ezt megmagyarázzam neked. Igen. Skankville, így van, arra akarok rámenni. Igen, úgyhogy folytassuk, jó? Hoppá, nézd csak, az mi? Na? Igen, ezekből lesz az olaj. Ami teljes jó. Nem ezt kell most nekünk effektíve szedni. De miért ne? Ott van! Ez az, tuti. Aha! Ez az, ami kell, nem? Az. De az lesz az, igen. Köszi. Vigyünk többet, mit szóltok? Vigyünk többet, mert a tököm tudja, hogy mennyi kell ezeknek. Érted, egyet kért konkrétan, nagyon jó. Amúgy egész hasznos a gágyi, nézd meg. Teljesen jó, jó van akkor. Örülök neki. Kicsit idegesítő volt első körben. Na jó, menjünk vissza, süssük meg. De ott van még egy csomó, amúgy, meg most itt lett megint ilyen. Ezeket ki kell használni, az a helyzet. Úgy is van. Lehet, hogy akkor csinálunk majd egy tűzhelyet. És akkor lehet egyszer többet is sütni. Mert ezeket ki akarom sütni mind. És akkor ne csak azért, mert hogy kell nekik, hanem hogy legyen kaja. Why not? Azt nem lehet, aha. Ezt nem lehet. Ez jobb szerszámokat jól lenne tudni már csinálni. Úgy érzem, már kinőttem ezeket, I'm a professional at this. Azt tudod, hogy mennyi izé. Ezek azért szívósak egyébként. Úgy, küzd meg vele szépen, ez az, ügyes vagy. Nekem kelljen. Nem egyenjogúság, te is vedd ki a részed a munkából, így is van, baby. Na jó, húzunk vissza. Ez homok, nagyon jó. Figyelj, már ezt én itt lehet is szét. Nem fogom. Még az irányítás egy picit fura néha, de megszokható. Na, akkor place. Nem, remove. Place this shit, cook that. Cook it up. Jó sokáig fog tartani. Careful, Isti! Beesett a... Jaj, óvatosan! Ez meleg! Aha, és akkor eddig tart, jó. Akkor csinálunk még tűzhelyet. Még egy kettőt, annyit tudok. Yes. Oké. Okay. Everybody calm the fuck down, jó? Hát csináljam, amit akarok. Ja, nincs több, de van. Yeah. Collect that shit. Ó, már szaglásza. Hát sok mindent te nem csinálsz, hugom. Tehát te megvarad még, én megcsinálom a dolgokat, persze odaadom, de parancsolj nyugodt, tehát mi? És valamit majd fogsz is te csinálni egyébként itt a környéken, vagy mit csinálunk helyetted mindent? Egyre úgy néz ki. Próbáld meg megfőzni a bomba, azért. Isten, de mit csináltam eddig? Ágyak jönnek. Na most ez mi kell? Mert száraz fűről volt szó. Dry grass. Ez lesz az, figyeld meg. Jaj, ettem. Mondjuk ez nem is baj, együnk szépen már. Ja, ott van egy éjség számláló is. Felküldöm izére. 100%-ra, úgy jó. Az életem az rendben van. És így szépen rakosgat ide ilyen új dolgokat. Szedjünk össze ebből is sokat. Én olyan vagyok, hogy eljövünk mindig, akkor szedjünk össze megfelelő mennyiségűt. Úgy is van. Úgy van. Hú, jó sok van, basszus. Szedjed szépen kitartóan, baby.
kaszáljad, bátyusom, hugom. Hogy tudjunk hol aludni majd. Gondolom mindenkinek kell csinálni egy ágyat. Build some beds. Hát bőven van itt. Bőven van itt. Kérem szépen mindenből. Jó, arra már nem kalandozni kell, hanem muszáj. Még a végén valaki itt segbe rak engem, nem számítok rá. Yes, sir. És akkor ezt a szobába? Build some beds, mert ez egyre megtörtént. És akkor én rakom le, ahogy akarom. Sleep! Egymás mellett, romantikusan, hello! Threesome este! This is wonderful isti, ahogy tapsolni tud, az valami elképesztő. Menjünk, mert van egy ilyen kis izé, valami balhé, arra, amerre mondta, hogy nem akarok menni, most elmegyünk arra. Jó, el fogunk fáradni. Valamiféle ellenséges aurát észleltek. Itt igazi ezotéria megy emberek. Ezt a száraz füvet azért csak összekapom már itt, ha már csak lebeg. Annyira tudtam, hogy erre valami van. Aha! Jeez! Na, let's go, baby! Csináld a... Üssed! A hatalmas patkányt, azaz! A kurva! Mostan lehet majd enni. Anyádat, ne! Jesus! Hajrá, baby! Ügyes vagy! Ez az a patkány, szedjük szét! Anyád, de mit kell itt már? Anyádat! Tessék, parancsolj! Bum! Let's go! With the hand clap! Úristen, mi volt ez, amikor hozzá nyújtottad a karomat, a kezedet elképz... hogy mondják, hogy ellenállhatatlan készítést éreztem, hogy megüssem. Nem nagyon éltél te normál emberek között, az a helyzet. Piros szemede. Na, nőtt az a szintünk. Power up, bitch. Reaches level 2. Maximum HP. De amúgy ez egy csávó, vagy ez egy csaj? Most őszintén, mert férfi hangon nyög néha. Hallod? Azt hiszem, ez egy csaj. Nem. Jó van. Hát most már akkor ez is kiderült. Isti. I'm glad I met you. Jó van akkor. Puty. Na jó, menjünk vissza, aludjunk szépen. Az érdekesen töltött be az izé ott. Hell yeah! Sleep! Right now! Tetszik eltek, srácok, ez ilyen volt az egy is egyébként, nagyjából ilyen volt. Biztos vannak dolgok, amik fejlődtek, de nagyjából ugyanez volt a lényeg ott is, hogy ilyen quest van, stb. Beszélgetések, kicsit sok a beszéd, megmondom őszintén nekem, ez már kicsit sok. Fölösleges dolgokról beszélgetünk nagyon sokszor. De ennyi. Én remélem, hogy élveztétek ezt a videót, hogyha szeretnétek még ebből részt, akkor írjátok meg kommentben, és akkor hát nyomunk még egy párat mindenképpen, jöhet az outro. Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.